Nem szabad belefáradni a koronavírus elleni küzdelembe, mert legalább annyi van még előttünk, mint amennyi mögöttünk. Erre figyelmeztetett az országos tisztifőorvos a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Müller Cecília azt mondta, hogy az utóbbi héten szerte a világban megugrott az új fertőzöttek száma, és Magyarországon is napról napra egyre több a beteg és a halálos áldozat. Csak tegnap csaknem 1500 új beteget regisztráltak, és elhunyt 33 idős krónikus beteg. Ahogy világszerte, úgy Magyarországon is egyre magasabb a koronavírus fertőzöttek száma, erről beszélt az országos tisztifőorvos a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Müller Cecília úgy fogalmazott, a megbetegedések számának meredek emelkedése mellett az elhunytak is napról napra többen vannak. Egy nap alatt újabb 1474 embernél mutatták ki a koronavírust, ezzel 31 ezer fölé emelkedett az aktív fertőzöttek száma. Újabb 33 idős, krónikus beteg vesztette életét, így a járvány áldozatainak száma 1142-re nőtt. Jelenleg több mint 1700 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, akik közül 179-en vannak lélegeztetőgépen. Több mint 14 ezeren viszont már meggyógyultak a betegségből. Müller Cecília szerint az aktív fertőzöttek és a gépi lélegeztetésre szorulók is egyre többen lesznek, az egészségügy azonban készen áll a betegek fogadására. Hozzátette, minden fertőzöttet el tudnak látni, viszont az első vonalban kijelölt kórházak lassan telítődnek. Felemeltük az ő kapacitásukat is. Tehát az idáig 40 ágyal működő intenzív osztályt 52-re vagy 60-ra növeltük, természetesen a megfelelő eszköztárral ellátva. Ugyanakkor a második vonalbeli ellátók közül is néhányan már beléptek, azért, hogy biztonságos ellátás mindenki számára biztosított legyen. Magyarország az első hullámban a legsikeresebben védekező országok között szerepelt, de ehhez az kellett, hogy az ország lakossága és a hatóságok összefogjanak, megfelelően kezelve a kialakult helyzetet. A tisztifőorvos hangsúlyozta, a második hullámban is erre van szükség. Müller Cecília aláhúzta, a járvány elleni küzdelem eredményessége a sikeresen védekező egészségügy mellett nagy részben a lakosságon múlik, ugyanis a védekezési szabályok betartásával ők tudják a legtöbbet tenni a vírus terjedésének lassításáért. Úgy fogalmazott, legalább annyi van még előttünk, mint ami mögöttünk el. Elfáradunk, a járvány olyan hosszan tart, az első hullám után egy pici fellélegzést követően újraindult, egy sokkal erőteljesebb, nagyobb mértékű megbetegedéssel járó hullám, és ezért nem szabad belefáradnunk a járvány kezelésébe. A házi orvosoknál mindenki számára elérhető az ingyenes influenza elleni védőoltás. A vakcinával jelentősen csökkenthető a megbetegedés kockázata, illetve a szervezet ellenálló képessége is erősödik. Müller Cecília arról beszélt, a védőoltást mindenkinek érdemes beadatnia. Éljünk ezzel a lehetőséggel, és főképpen akik magas kockázatú csoportokba tartoznak, tehát több éve szenvednek valamilyen szívérendszeri, daganatos megbetegedésben, vagy bármilyen rendszerbetegségben, ők kérjék a védőoltást. A fiatalabb korosztályoknak, illetve azoknak, akik nem tartoznak egyik kockázati csoporthoz sem, a C és a D vitamin szedését javasolta Müller Cecília.